Milyen nap a ma, Oliver? Gyereknap bizony. Képzeld el, ma nagyon jó programokat fogunk csinálni. Mi? Hát, majd azt elmondom, de előtte... Repülőjünk! De előtte lehet, hogy ez a repülő most... Vigyázz! Nem menekülhetsz! Nem menekülsz! Nem menekülsz! Ó, oh, de... Mi történt? Mi történt? Mi történt? Jaj! Mi ez? Ez magát. Ó, szegény, neki repülhetett az üvegnek. Óha. Ez pellérden nagy az üvegfelület oldal, de annyira azért mégsem nagy, és már teleragasztottuk mindenféle csillogó vackokkal, meg már szúnyogháló van, nincs is üveg, és mégis, nem tudom, pár havonta. Hát, neki repül egy madár, aki aztán súlyos fejsérülést szenved. Képzeld, ott egy kis madár, vagyis hát... Anya, légy, hogy repül ez? Na, mutass, hogy repül ez. Ó, ez elég komoly volt. Hát a madár beáll oda a hintába. A hintába? Hát én már nem szeretne hintázni. Igen. Inkább temessük el, jó? Hozzunk ki ennivalót. Ennivalót? Igen. De miért? Mert. Hogy etessük meg? Igen. Hát Oli, ő már nem tud enni. Megérjük. Ah, valaki püföli az ajtót. Hát! Te mit dolgozol itt? Jaj, micsoda csinos szerelés, Alice! Hát gyerek, napon te is ki szeretne jönni játszani? Nézd már, Oli! Ő is szeretne jönni velünk játszani. Jaj, ó, megcsípett? Nem csípett fel. Hát nagy szerencse. Ez pedig egy darázs volt. Igen. Oh. Na, ez szerintem azt jelenti, hogy jön ő is. Megcsípett picit, ugye? Nem, akkor jó. Na figyelj! Mindjárt kihoz anya! De most Olival még egy kicsit játszunk, na figyelj! Jaj, ez elég béna volt. Oh! Azt a Oli, ez nagyon szép volt! Én nem is tudom ennyire jól dobni. A mi időnkben nem volt ilyen nekünk az a... Az én korosztályom emlékszik, még abban az időben ilyen kis tasakban lehetett ilyen 200-300 forintért venni azt a kis gagyi repülőt. Az úgy nekem veszélyesnek tűnik. Lenne. Lenne es hátra. Figyelj! Oh. Jaj, hát mit csináltunk, Oli, véletlenül? Átment a szomszédba, ugye? Igen. Nézd csak, Oli. Jaj, ott van a fűben hátul, látod? Ájjáj. Szóval nincsenek itthon, úgyhogy... Nem mászunk be, hát nehogy Nero itt a végén megkóstolja a lábunkat. Nem fog. Nero aranyos? Igen. Hát akkor se illik bemászni. De akkor meg szokta nyolgatni a kezemet. Na, hát a repülő maradt a szomszédba, és ha már gyereknapon eljöttünk a Zsolnai negyedben, mert itt ilyen őrületi programok vannak. Hát most megyünk egy báb előadásra. Bóbita báb színház. De csak vágóképezni fogok, mert nem akarom, hogy Oliver lássa, hogy videózunk. Mondjad, drágám! Úgyhogy le is teszem. Mindenkinek boldog gyereknapot, aki gyerek és néz engem. Jaj, na hát vége a gyereknapnak, és fantasztikusan telt, azt kell, hogy mondjam. De hát a címből láthattátok már, hogy ez nem egy ilyen gyerkőcös videó, hanem egy gyerek itthagyós videó, ugyanis elutazunk kettesben, Rami. Jaj, nem is tudom, hogy örüljek-e, vagy sírjak. Olyan jó ötletnek tűnt ez egy pár hónapja, amikor megvettük a repjegyeket. A sírás része mondjuk már megvolt, a búcsúzkodásnál én nem bírtam, bár nem a gyerekek előtt, és hál' Istenünk most nem is sírtak, mert szerintem tök jól felkészítettük őket, de nekem nagyon rossz volt. A legutóbb, amikor 3 napot ott hagytuk a nagyszülőknél, akkor azt vettük észre, hogy Olinak nagyon nehéz volt, és többször is pityergett utánunk, ezért most szerettünk volna egy plusz löketet adni ennek, és hogy hát, ha így jobban megéri ezt a távolságot. Ezért azt találtuk ki, hogy minden napra készültünk neki egy aprósággal, amit majd anyukám segítségével elrejtünk, és neki kell megtalálnia. Szóval emiatt az elválás jól sikerült, de azért előtte volt egy mélyebb beszélgetésünk is. Oli, jövő héten vigyázol Elise-re? Igen. Igen? És tudod, fogsz fogadni mamáiknak? Igen. Abba mentek, hogy a küldök majd mindig képeket, jó?
Hívunk, mindig felhívunk majd. Mutassátok meg, ahova mentek. Mindig megmutatjuk, hogy hol vagyunk, jó? És Oli, meg majd te mindenképp kérd mamáikat, hogy vigyenek el állatkertbe. Oké. Holnap. Biciklizzetek sokat. És játsz majd Elizzel, oké? Meg látogatod a bébit. Nagyon fogsz hiányozni. Eliz is nagyon fog hiányozni. Egy kicsikét összezavarodott Oliver, mert szerintem azt hitte, hogy Eliz jön velünk. Olyan cuki, tudja, hogy ő még picike és sok időre nem maradhat el nélkülünk, de hát bizony most ott marad ő is. Na de mindjárt el is mondom a legnagyobb félelmünket az utazással kapcsolatban, de előtte derítsük ki, hogy hova is megyünk. Kommentet nem ér olvasni a spoilerre, hogy hova is utazunk. Lássuk, hogy mit rejtenek a bőröndök, és hogy ebből kitaláljátok-e, hogy hova megyünk. Hát szerintem ami szembetűnő, hogy... Nem öt csillagos szállodába feküdni. És nem is tengerpartra, hogyha van nálunk hálózsák. Már szükségünk lesz túracipőre. Az már fix, az itt van. Ugye szükségünk lesz hálózsákra. Dani, hova viszel? Aj, végre kettesben elmegyünk valahova, és tényleg nemhogy valami normális meleg helyre mennénk tengerpartra. Hálózsákra lesz szükségünk. Hát meglettem Robit még egy túrazoknival, bambuszból van, úgyhogy egy hét után se lesz büdös a lába. Összehajtható kis kompakt törölköző. Hát az igen, babakaja. Nem tudunk elmenni ilyen nélkül. Valami kell, ami a gyerekekre emlékeztet. Az enyém cukinis tésztasertés hússal. Az enyém zöldséges vadasmarha hús ízve. Hát egy csomó zabszeletünk van még, meg ilyen mini dolgok, mini törlőkendő, mini tusfürdő. Selfie trost mix, és ezt nagyon ajánlom nektek, hogyha ha nem szállodába mentek, szeretnétek szerintem spórolni is a kaján, tápláló ételt szeretnétek enni, ami kitart tényleg egész délelőtt. Akkor válasszátok a VK trost mixünket. Az tuti. Na elmondod végre, hova megyünk? Azért viszünk ennyi kaját magunkkal, mert ahova megyünk, az drága, hideg és messze van. Izland! És amúgy tényleg hú, mert azért brutál helyre megyünk szerintem. Bár eléggé hiányos a meg kis csekély, nem tudom, csomagunk van, de azért szerintem nagyon-nagyon-nagyon jó tripünk lesz. Ki lesz ez még egészítve? Bálinttal és Annával megyünk, egy lakóautóval. Szóval hát egy nagyon kalandos túra lesz az egész, szerintem komfortzónán kívüli, rengeteget fogunk utazni, szenzációs helyekre megyünk el. Titeket nem fogunk vinni, ugyanis kamerát nem szeretnénk, mert meg szeretnénk élni ott a dolgokat, aztán Instagram meg TikTokon valószínűleg lesznek majd foszlányok, meg ilyen kis videók, szóval ott mindenképp kövessetek be minket, de ez most nekünk egy ilyen nagy álmunk, mindig is a bakancslistánkon volt, és azt gondoltuk, hogy megérdemeljük is. Gyerekekkel nem tudnánk megcsinálni ezt a tripet. Meg tudnánk, de nem szeretnénk. Hát, picik még hozzá. Na de mi is a legnagyobb félelmünk? Hát az első az az, hogy a napokban rátettük Elizt a kis nyuszi motorra, és tök ügyesen megy vele. Bravissimo! Ez az! Az első motorozás. Hát igen, az első közös motorozás. Már kvázi az egész család valami járművel el tud indulni valahova. Jó, még kis ügyetlenke, de hát nagyon közel jár hozzá. Na de mi az, amihez még közelebb áll sajnos? Sajnos? Nem akarok lemaradni róla. Hát mire visszaérünk, Rami? Szerintem fixen meg fog tanulni járni. Szerintem le fogunk maradni. Menj hátra, azaz. Hátra, fordul. És fordul. Jaj. Mehetsz. Nagyon ügyes vagy, Elíz. Elakadtál. Gyere, fordul, tolat. Tolat. Na, hogy tolatsz? Mi van ott? Tollat? Ki szeretnél menni? Nem. Mint egy kis kacsa, annyira cuki megzabálom. Bármelyik pillanatban elindulhat. Nem fog. Legutóbb is így volt, nem? Hogy egy helyben, amikor Istenem, először akkor állt, akkor is a nagyszülőkkel volt. Pedig non-stop vele vagyunk, tehát ezt én nem is értem. És tipik ez a hét lesz az, amikor, hát ha elkezd sétálni, én hazaúszok az óceánon keresztül. Hát ezt nem hiszem el. Valamiért azt gondoltam, hogy mostanra már járni fog. És pont abban a zónában vagyunk, hogy tényleg bármelyik nap elindulhat. Mert már így egy helyben néha így látjuk, hogy megáll egy pillanatra, aztán nem, legugol. Majd szólok, hogy ne gyakorolják. Úgyhogy nyilván a legnagyobb félelmünk az, hogy a gyerekek jól lesznek-e, a távollétünket hogy fogják viselni, de közben meg 100%-ig megbízunk a nagyszülőkben, és köszönjük is nekik, hogy vigyáznak rájuk.
De hát igen, ez a legnagyobb félelmünk, hogy nem szeretnénk semmiről lemaradni. Ugyanakkor a világról sem szeretnénk lemaradni, szerintem a kettőnk kapcsolatának is nagyon jót fog tenni ez az utazás, mert hát már nagyon régóta nem voltunk így kettesben sehol. Iszonyatosan várjuk, és nem tudom, aztán lehet, hogy mégis összedobok nekik valami videót. Hát, úgyse bírsz magadban. Szeretlek titeket. Figyelj, kezdésnek szedjük össze magunkat, holnap indulunk sehogy sem állunk, pakoljunk be, készüljünk össze, én amiatt izgulok, úgyhogy legyen ez meg, majd aztán a többit meglátjuk. Jó, ezennel el is dőlt, hogy ki lesz a túravezető majd Izlandon. Oh. Sziasztok! Sziasztok!